nem tudom, helyén való ilyenkor a kérdés, de minden elcsendesedett már a Csékúti hegyen? Igen, igen, általában mindenhol mert útkor nagy hepaj volt, úgy hallottam. Mártonnapra gondolok. Ja, igen, 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 a Mártonnapnak a lényege is leírják bent, hogy Mártonnapra már természet is visszavonul, pihenére tér emberek is, úgyhogy itt már csak kis séták vannak a Csékúti hegyen. Munka, nem gondolom, munka, mert legközelebb, ha úgy megy, ahogy a régen szokták, karácsonykor lefájtik az új borokat. Uh-huh. Ez, de ez már kellemesebb munkák, ezek ezt akkor csinálja mindenki, amikor akarja. Egyébként hogy sikerült az idei év? Tehát mondjuk kezdjük azzal, hogy a Csékúti hegyen élőket leginkább talán legyünk jó indulatok, a szőlő állapota, a bor érdekli, bár lehet ott mást is csinálni, kétségtelenül. Tehát hogy indult az év, hogy jó kilátásokkal a szőlő szempontjából mondjuk? A szőlő szempontjából jó kilátásokkal, ugyanis ugye tavasszal betört egyszer egy ilyen nagy hideghullám az országba, nem csak a Csékúti hegyre. A virágzó gyümölcsfák, a szilva, a megy, a cseresznye, ezek elfagytak, nagyon minimális lett itt a mi részünkön. A szőlő... gyümölcsfák is vannak. Igen, a körte az megmaradt azért, ahogyan én látom, nekem nincsen ezekből mindenből, de azért mozgok a hegyen, van egy kis motorom, és akkor nagyobb erőfeszítés nélkül azért körbejárom időnként. A szőlőnek ez nem nagyon okozott ez a fagy problémát, tehát az indulás az jó volt. Itt minden jó volt egészen július végéig, amikor is egyszer csak betölt egy nagyobb gombás betegség, lisztharmat, peronosz. Aztán erről megosztanak a vélemények, hogy ez honnét jött, vagy ez miért van. Biológiai fegyver volt, vagy amúgy is lett volna. De az egész országot sújtott. Igen, ez az egész ország. Ismerőseim messze vidékekről is, és ők is panaszkodtak a lisztharmatra. Igen, igen. Ez erőteljesen támad. Ez a növény oldalon, a biológia oldalon, de milyenek voltak az emberi viszonyok? Vagy mit terveztek erre az évre, hogy na a Csékúti hegyét egyesület, hiszen most annak a képviseletében. Igen. Mit fog tenni az idén? Csékúti hegyért egyesületnek állandó programjai vannak, különösebben kiugró dolgok nincsenek. Ezt minden évben a tavaszi, korai tavaszi közgyűlésen ezt letisztázzuk, elmondjuk, aki hány ott van. Hány tagja van most az egyesületnek, közgyűlés azt mondta? Most 36 tagja van, de egyébként ez egy nagyon furcsa egy kérdés, mikor azt hallom, hogy hát hogyan tudok rá válaszolni. Mert a Csékúti hegyen kialakult egy ilyen szokás is, hogy vannak pártolótagok. Egyébként különösebben már semmi nem különbözteti meg a tagot, meg a pártolótagot. Tehát ők is ott élnek, vagy van ingatlanjuk? Ott élnek, van ingatlanjuk, de itt az egésznek a lényege az egyesület működés, vagy kitámogatja az egyesületet. Igen, az nevezhető igazán pártoló... tagnak, vagy pártolótagnak. Teljesen mindegy. Azt gondolom, itt ugye, mint civil egyesület, most milyen szankciókkal tudnánk élni valaki ellen? Persze. Úgy tudom, az önkormányzat is pozitívan áll ez a kérdéshez, tehát például a rendezvényeken megjelenik, képviselteti magát, Schwarz Béla úr is ugye néha időnként ellátogatod és próbálja ismertetni a terveket az ott élőkkel, akik viszont mindig többet szeretnének, vagy minél többet szeretnének. Ehhez képest ott megvalósultak dolgok az idén is. Igen, igen. Hát, mint említettem, ugye programjaink azért állandóak. Egy nagy programunk van, azt általában június hónapban csináljuk. Egy nap mottóval. Igen. Az egyesület ezen a napon kint a hegyen, ott, ahol működik, ahol az egésznek a lényege van, egy ilyen délelőtti szabad programmal, aminek a lényege, igen, hogy ott összejövünk, ahogyan kezdted a polgármester úr is, vagy alpolgármester úr is, valaki a városvezetés, az első vonalbeli városvezetés részéről képviselteti magát. Hát ott valamiről mindig beszélünk, általában az egyesület működésével kapcsolatos dolgokról. Én azért próbálom a városi programokat összeegyeztetni, valahogyan beleszőni abba, hogy érezhető legyen, hogy együtt dolgozunk. Elmondjuk, hogy mi történt, a polgármester úr vagy az alpolgármesterek felszólalnak, miben tudnak segíteni. Nagyon sok mindenben segítenek egyébként, tudnak is és segítenek is. Megemlíteném az utolsó ilyen esetünket, a Csékúti hegy középső dülőjének az elején egy meredek feljáró, az út nagyon
használhatatlanná vált. Megkerestem vállalkozót, hogy mérje fel, hogy ez mibe kerül. Ugye az Egyesületnek a pénzeszközei a Nem, szerények mondjuk. Szerények vagyunk, hát most kinek mi tekinthető annak? Tagdíjból, pártoló tagdíjból és az adó 1%-ából áll össze. Most szeptemberben volt 1.156.000 forint a számlánkon. Tehát kijött a szakember, megnézte, hogy az úttal mit lehet csinálni. Azt mondta, hogy ezt a pénzt el lehet költeni ilyen foltozásra, de sokra nem vagyunk vele. Ez még egyszer annyi kellene, hogy úgy legyen megcsinálva, hogy az 20 év múlva is út lesz. De annyiban akkor megállapodtunk, akkor hogy én gondolkozási időt kértem ezen. El kell osztani ugye az érdekelt. Hát igen, hogy mi legyen, hogy mi legyen. És akkor jött az ilyenkor szokás, hát valami kapcsolat, lobbizás. Először is megkerestem a Karnis Miklóst, a önkormányzati megbízottat, a Padrakvárosrész önkormányzati megbízottját. Miklóssal beszéltem, hogy hát figyelj, mondom, te azért a polgármester úrral sűrűbben találkozol, én most időpontot vagy nem. Azt gondolom, egyszerűbb lenne. Kimentünk, megnézte, és általában 3 nap cseng a telefon. Na, másik vonal, másik végén Miklós polgármester úr, mindegy ilyen konferencia beszélgetésről tettek, hogy miről volt szó. Polgármester úr jelezte, hogy kiment, megnézte ő is ezt a dolgot. Miklós tájékoztatta, hogy hát még egyszer annyi pénzt kell hozzá, minden, amit én tudok adni. És aztán megnyugtatott, hogy meg fogja keresni annak a lehetőségét, hogy ez hogyan legyen. Nagyon megköszöntem, egyébként most is nagyon megköszönöm. Nem csak a magam, hanem az egész Sékuti. Főleg azoknak a nevében, akik azon közlekednek. Ez az szakasz, az a legeleje. Mindenkinek keresztül kell menni. Igen. És ez a középső dülő, a leghosszabb dülő a Sékuti hegyen, a legtöbb tag van ott, a legnagyobb mozgás van rajta. Legszerint sikerült rendbe tenni. Ja, bocsánat, és akkor igen. És nem telett el sok idő, egy idő hívott a vállalkozó, hogy plakátoljam ki, vagy értesítsem az ottaniakat, gazdákat, hogy akkor és akkor nekiállnak. Azonnal egy ilyen nagy műanyaglapra nagy betűkkel kiírtam, hogy mi történik, nagy örömben meg is csináltam, így is volt, mert ugye átállett itt másfél nap, amíg ez az út használhatatlan volt. Persze, nyilván létükkel is alapján. Előkészültek az alappal, betonnal, meg az aszfalt, meg ott dolgoztak. Nincs kellő út, vagy más? Hát az egy veszélyes. De lenne egy kellő út, igen, de ez. De akkor azt is előbb rendben. Azt is, lehet rajta, csak az emberek ezt nem használják, és sokan nem ismerik, úgyhogy elég furcsa hangzik, de lenne, igen. Na mindegy, egyébként egy rossz indulatú visszajelzést nem hallottam ezzel kapcsolatban, hogy most nem tudtak ezen közlekedni. Úgyhogy tökéletesen megkészült. Még egyszer megragadom az alkalmat, hogy megköszönjük. Igen. Nem, az olyan nagy dolog, bocsánat, ez olyan nagy dolog, hogy ez hogyan lehet? Világos, hát ez elismerésre méltó a város részéről a segítség. De épült ott vadkerítés is, ugye? Úgy emlékszem, ilyen testértűrésekről, hogy igen. Ez is terve volt, az is elkészült? Hát az a tavalyi évben állami pályázatot írtak ki, ahol is az önkormányzat pályavatfigyelő részlege, ezt felfigyelt rá. A Sékuti egyet egyesre nevében pályáztak az önkormányzatnál, aki ezt kezeli, és nyertek is. Egy 6 millió forintos pályázatot, amire ki is volt írva egyébként semmi másra, mint útjavítás és vadkerítésre. Na most, a vadkerítés el is készült. Ami elkészült, az első osztályú munka, szemed gyönyörködtető. Az útjavítás is elkészült, itt azonban megosztotta eléggé a hegyi embereket, igen. Kezdődött azzal, hogy miért nem oda lett téve. Egyébként hát, mindennek egyszerű oka van, önkormányzati területre tették a kerítést, mivel ha nem ott van, akkor minden egyes tulajdonosról minden hozzájárulást kell kérni, alá kell írni 10 évre olyan dolgokat. De a szerepét betölti így is, nem? Tehát a vadok távoltartása lenne a feladat. Hát igen. Betölti, de hát most vannak kapuk, hegyidülő bejáratok, ahol nincs kapu. Nem is ez a lényeg, hanem ugye
van itt egy 5 kilométeres szakasz, ami olyan részről határolja a Csékút egyáltalán, mint a Vardak bejárnak. Most ez csak egy része neki. Tehát még a többi az szabad, kellene. Folytatni kellene. De én azt gondolom, senkivel nem szálltam én ebbe a vitába, én nekem egy véleményem van, elkezdődött. Egy igen. Szakasz készen van. Örüljünk annak, ami már elkészült. Örülünk is neki, lehet folytatni innét. Ha lesz valamikor pályázat, valami úton módon sikerül, akkor igenis folytatjuk. Most valamikor a Lisztharmatnál fejeztük be az imént, tettünk egy kitérőt. Az egy nap, egy nap rendezvénye, ugye, ami szintén hagyományos, bár ugye a járvány alatt, mintha kimaradt volna. Nem maradt ki? Nem. A Mártonnak maradt ki. Ja, Mártonnak maradt ki. Mártonnak maradt ki kétszer, az meg egyszer egy évvel ezelőtt az energia. Zárt rendezvény, ugye igen, az igen. Óvatosabban kellett eljárni. De sikerült-e a terveknek megfelelően abban a jó hangulatban megrendezni, ahogy gondolták? Nyilvánvalóan ez provokatív kérdés, mert igen, mindig igen. Fölbukkannak ugye a jó dolgok ellenzői. Igen. Sem történt másként. Hát ez így van, igen, sajnos. Magán a rendezvényen a létszám, amit mindig tervezünk, tehát az érdeklődés azt mutatja, az érdeklődés megvolt, előkészületek megvoltak, felkészülés is megvolt, és hát sajnos, ahogyan provokáltál, most ki kell mondanom, egyébként nem igazán szeretek erről beszélni. Igen, sajnos közvetlenül a szomszédunkban a megnyitó pillanatában a hölgy elővette a fükaszát, berántotta, most ezt mindenki képzelje el, hogy tőle 10 méterre egy ilyen robbanómotoros fükaszával ott a levegőben rengetve. De nyilvánvaló volt a szándéka, hogy megzavarja. Ez egyértelmű volt. Ez egyértelmű volt, igen. Igen. Hát igen, ez nem... Volt-e valamilyen utóélete ennek a dolognak, tehát következménye, hogy azóta minden rendben van? Nem volt utóélete. Nem volt. Hát annyi lehet, amit az ember... Valami lopás is történt. Azt akarom mondani. Igen. Azt szeretném mondani. Ugye most magáról a egy nap, egy nap eseményről beszéltünk, hogy ez történt. Igen. De aztán túltettük magunkat rajta, megindultunk, tökéletesen lezajlott az a program, amit minden évben csinálunk. Csinálunk egyen egy sétát, néhány helyen meghívnak bennünket, elfogadunk egy pohár bort, visszamegyünk. És harmonika szó közben? Harmonika szó, igen, az jó, igen, köszönöm a segítségedet, igen. Csorba Tamás barátunk, hát mert annélkül nincs is már hegynap, nem lehet, az már nem úgy működik, hogy nincs egy harmonika. Igen, visszaértünk. Átállett a hegynap, és hát sajnos, amiről megint, amit említetted, történt egy ilyen, ami még a rendezvények sorában soha nem történt. Délután összerakjuk a padokat, asztalokat, amit egyébként a önkormányzat valamelyik kulturális otthonából, szervezetéből kapunk kölcsön. Most is két helyről kaptuk, a VMK-tól, a civil háztól, két helyről. És hétfő reggel mentünk, és hiányzott egy pad, illetve egy asztal, meg kettő pad. Ilyen még nem volt soha összerakva. Úgyhogy ez is úgy volt, hogy hát felhívtam a Bábis Valériát, mondtam neki, hogy ez történt. Én többet nem tudok, mint azt, hogy megtérítem a kárt. De nem gyanúsítasz senkit. Én nem vagyok rendőr. Nem volt egy nagy... Senki. Én nem tehetek feljelentést, nem az én tulajdonom volt. Igen. Valahogyan az így maradt. Hát bízunk benne, hogy aki olyan szándékkal lopta, hogy bennünket felbosszant, talán akkor őt érte. Most az ő gondja, hogy hova dugja, aztán hova pontosan, hogy hova dugja ezt a padot, mikor veheti elő már. Igen. Az aljában nagy betűvel mindegyiknek, minden tulajdon szervezetnek bele van írva, náva, ugye minden padba, minden asztalba. Igen, most említetted, hogy általában működésetekhez nagy szükség van a befizetésekre, a tagdíjra, mert hiányt pótol, meg van mit kiegészíteni esetleg az önkormányzatnak adott esetben. Vannak-e potyautasok a hegyen? Hadd kérdezek így megint ilyen provokatív módon. Nem, tehát akik, nagyon jó, igen. Akik ott élnek, köszönöm. Használják az utat, de nem fizetnek. Köszönöm, vártam ezt a kérdést, illetve én is azon gondolkoztam, hogyan tudok ebben belemenni, hogyan tudom én ezt szóba hozni. Igen, az egyre nagyobb probléma. Jövőre lesz 25 éve, hogy megalakult a Csékuti hegyért egyesület. November 18-án jegyezte be a megyei bíróság 61 alapító taggal. Nem én voltam akkor az elnök,
Horváth István volt az elnök, én később lettem, én pontosan rá 10 évre, és a Pista nekem adott át iratokat, amit szoktam nézegetni, kik voltak ezek az alapítók, majdnem mindenkit ismertem egyébként. Majdnem mindenkit ismertem, sajnos a nagy részük, sajnos megöregedtek, meghaltak, már nem élnek, igen. Volt, aki aki úgy öreged meg, hogy állattam, már azt mondta, hogy ezt a munkát már nem bírja tovább, tehát cseréltek a tulajdonosok. Hát sajnos, ahogyan elkoptak a régi alapítótagok, azok, akik nem csak alapították, hanem akik már előtte, már az a, mondtam, az a 2009. november 18-as a bejegyzés éve volt, előtte már éveken keresztül ott ment a komoly társadalmunk, az összefogás, ugyanis az Egyesület alaptevékenysége, az alapszabályzatban lerögzített elsődleges alaptevékenysége az utak karbantartása. Na most azért mondtam, hogy tehát ez már előtte megkezdődött, már kicseréltek a tulajdonosok. A Csékuti tulajdonosokból lettek ajkaiak, akik aztán, ahogyan motorizáció egyre jobban fejlődött, több embernek mindenki próbálta az autóval megközelíteni a birtokát. Ugye ez főleg ilyen esős időszakok után nehezen, tehát teljesen normális, hogy jött az a gondolat, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Meg is csinálta ez a közösség ezt a dolgot. És amit akartam mondani, hogy ezek a régi emberek elkoptak. Gyertek új tulajdonosok, akik közül a nagy része támogatja az Egyesületet, de hát nagyon jól fogalmaztad, megmaradtak a potyautasok, igen. Azok, akik minden nap használják, a legtöbbet használják, és nem hajlandóak valamiért hozzájárulni. És lehet, hogy nem is ajkaiak? Minden honnét van, tehát ez most nem akarok személyeskedni, van, aki ott lakik, tehát ott él. Életvitelszerűen ott még él. Sem és mégsem. Ennek aztán törvényszerűen felmerül költséghez, hogy elhasználom az utak, lehet, hogy valaki vizet akar bevezetni, vagy csapadékvízelvezetésre van szükség. Hát igen. Vadkerítés, ez mind pénz költség. Minden, igen. Hát a Csékút egyre azt kell tudni, hogy a vízelvezetése az abban az időben, mikor 1730-ban jöttek az első telepesek Csékútra, ugye a Németországból, már a török után kihalt a falu. Azt gondolom, hogy nagyon nincsenek rá írásos emlékek, de azok az emberek is ugyanúgy gondolkoztak, mint most mi, ugyanannyit tudtak az életről. Tehát az első az volt, hogy a bor egyébként létfontosságú dolog volt abban az időben. Hát a gyógyszert, mindent, nagyon sok mindent, aszportot. Igen, fertőtlenítésre. Igen, igen. Tehát meglátták a lehetőséget, azonnal szőlőtelepítés volt. Biztos. És akkor kialakították, nagyon okosan felosztották ezt a hegyet ilyen dülőkre. De hát abban az időben, hogy a lovaskocsi ment ki. Igen. Egy évben háromszor, egy-egy birtokra. Az útok, azt elbírták. Igen. Annyi a vízelvezetés, azt mondjuk mindig, hogy nincsen vízelvezetés. Egyébként megtörtént a vízelvezetés is. Azért mondom, annyit tudtak a világról, mint most is, tudták azt, hogy a vizet el kell vezetni. Voltak a falu lefelé vezető vízelvezető árkok, amit én még gyerekkoromban már nagymamám Csékuti volt, én ott voltam. Én most is van egyébként. Azokat úgy alakították ki, hogy lefolytak, áttereszek voltak az út alatt, ahhoz hasonló, mint amit most az önkormányzat a Csékuti falu végén kialakított egy területen. Ugyanolyanok voltak, most is megvannak, és ugye lefolytott, de a Csékuti tó az volt ott a vízgyűjtő területe. Meg volt az akkor is. Csak aztán itt jöttek 2000-től ezek a nagyon asszályos évek. Éveken keresztül nem volt egyszer eső se. Nem valakinek a telke mellett ott volt a vízelvezető árok, aztán valamiért nem tetsz, betemette a nagy részét. Így aztán katasztrofális dolgok alakulnak ki most, mert sajnos az utak a vízelvezető. Nem árkok, hanem a vízelvezetést az utakon. Meg gyorsabban tönkre is mennek. Tehát így aztán meg nagyobb a forgalom rajta, autóforgalom, meg a víz is rajta áll, úgyhogy ez állandó problémát okoz. Most hogy látod a Csékúti hegy állapotát, hogy úgy viszonylag karban van tartva, vagy vannak tervek a további rekonstrukciókra, vagy építkezésekre, beruházásokra? Vagy szükség lenne ezekre? Hol szorít a csizma? Úgy is kérdezem. Igen, a csizma az mindig az utak karbantartásánál szorít.
minden pénzünket, ami nem kevés, sok millió forint, amit beleöltünk. Hát igaz, most az utóbbi pár év az a millió forint, az egy picit devalválódott, de régen azért az a komoly dolgokat lehetett csinálni egy-egy millió forint. Mennyi most a tagdíj, hadd kérdezem meg közben. 3000 forint egy évben. Hát ez igazából, ha azt mondjuk egy mobiltelefon előfizetés havonta mondjuk 5-10 ezer forint, ez a 3000 forintos tagdíj ahhoz, hogy kényelmesen, komfortosan, veszélymentesen élhessünk, nem egy nagy befektetés. Nem, egyáltalán nem. Lehet ezt sok mindenhez hasonlítani, egy dobot. Én rosszul csináltam egy dobot cigarettához, és akkor sokan kikérték maguknak, hogy nem cigarettáznak. Hát jó, nem, hát, de akkor is annyiba kerül. Igen. Igen, azt gondolom, hogy az... Elgondolom, ezt se lehet azért mértéktelen emelni, de terveztek-e mondjuk tagdíj emelést? Nem tervezünk tagdíj emelést. Az lenne jó, hogyha ezt az összeget, ezt többen fizetnék. Sajnos így lenne több. Van a hegynek olyan része, hogyha már... Ottan valahogyan úgy átárját, hogy senki. Az egy feltűzött rész, nem tudom, a nem fizetők tábora. Igen, már volt, mikor kiírtam, de egyébként azt gondolom, hogy aki támogatni akarja az egyesületet, az megtalálja a módját annak, hogy eljuttassa a pénzt arra. Már vannak ilyen emberek, akinek tavasszal az első, hogy meglát, vagy valami szól, és akkor, hogy itt van, azonnal kifizeti. Igen. De hát itt vannak, ugye, akik éveken keresztül meg amit mondtam, hát ott hogyan várják el, hogy ott oda investáljuk be a pénzt utat karbantra, csak ahol nem jön be 10 000 forint egy évbe. Szóval vannak olyan emberek, mondjuk úgy potyautasok, akiket nem lehet az Istennek se meggyőzni. Nem, de hát ilyenek mindig mindenhol vannak. Az is baj. Kizárni se lehet őket a szolgáltatásra. Nem, semmi. Hát, civil egyesület vagyunk, saját tulajdonát ott használjuk. Így van. Meg az utak önkormányzat tulajdonban vannak. Tehát igazából lelkiismeretlen, meg az önérzetlen. Igen. De ilyenek mindig mindenhol vannak. Nem lehet velük mit kezdeni. Hanem az a másik része. Még csak súlyán se szabad nézni rájuk, mert akkor jönnek a fűkasszával és megzavarják. De ez most, Igen, hanem azért valahogyan azokba az emberekbe kellene felébredni a lelkiismeretnek, akik egyébként valamikor fizettek. De most megváltozott az egyesület vezetőségének az összetétele is. Eddig nyugdíjasok voltak, ráértek, jöttek, mentek, mindenkivel beszélgettek. Most már olyanok vannak, akik dolgoznak. Munkájuk van. Sőt, nem is akármilyen, hanem össze-vissza, folyamatosban, reggeltől estig. Tehát ilyen jellegű munkát már nem lehet csinálni, hogy járjuk a hegyet, aztán mindenki, az oda megyünk háromszor, már kétszer azt mondja most, nem mindenki, bocsánat. Csak néhányan. Kétszer, nincs nála, meg harmadszor, meg nincs ott, meg. Aztán meg szégyeli magát egy kis, inkább kifizetni. Igen. Tehát azért azokba kellene felébredni egy picit a lelkiismeretnek, hogy belegondoljon abba, hogy mit kap ő azért a 3000 forintért. Most itt van ez a Modern Ajka program. Igen. Ezzel zárjuk talán a beszélgetést. Ez mennyire ad lendületet esetleg a gondolkodásnak, vagy a programszervezésnek? A programszervezésnek nagyon jó lendületet ad, mert ugye a Márton napi, az egyesületünk, nem tudom, beszéltem erről, az egyesületünk csinált egy Márton napi bát, most az idén pontosan november 11-ére szombatra esett, aznap volt Márton napja. Igen. Hát erre készülni kell egy ilyenre. Itt volt 90-100 ember, zene volt, igazán egy bálnak indult, hogyan lenni kell. Na de hát egy megnyitó valamivel el kell indítani egy eseményt. Uh-huh. Én ráfűztem erre a Modern Ajka programra. A Modern Ajka programon belül is az egészségmegőrzés, az egészségtudatos életmód, hát egy rendkívül fontos dolog. Rendkívül Igen. fontos dolog. Erről mindenkinek tudni kell. És most ezután is erre kell, ha lesz a hegynapunk is, meg ezt mindenhol meg kell említeni. Tehát a gondolkozásmódot, hogy én ezt mennyire tudom, nem tudom, de próbálom. Tehát próbálom mondani mindig mindenhol. Egyedül vagy ebben a munkádban, vagy van azért lelkes segítőd, aki... Segítői mindig vannak, de hát az irányvonalat... Propagandában azt, segít. Én érek rá, az irányvonalat azt én képviselem. A propagandában igen. Hát köszönöm egyébként ezt a lehetőséget, ez a propaganda. Most én hiába, én ki, van az egyesületnek 6 hirdető táblája hegyen. Én minden egyes alkalom, ha valami programunk van, végigmegyek, végig tűzöm a plakátokat, műanyagba, mindenben, iratgyűjtőben, eső időjárásnak ellenálljon.
Soha nem tudom azt lemérni, de amit letudok, az sajnos nem jó tapasztalat, hogy azt mondja, nem olvastam. Már kocsival ment és hát látta, hogy ott van, aztán... Egy 60 ezer dolláros kérdés a végére, hogy milyen lett az idei termés, hogyan értékeltétek, vagy megvan még ez a borverseny szokásban, ami régebben volt? Sajnos elkapott. Elkapott. Ennek nagyon prózai oka volt, hogy miért kapott el. Volt nekünk egy igazi borász barátunk, a Zabó Péter, aki egyébként Csékuti. Igen. Szakmában dolgozott, az volt. Ő nagyon-nagyon szakszerűen meg szokta bírálni a borokat, elmondta, értett is hozzá, senkit nem kimért, egyébként ennek rendszívül... Őszinteség meghálálja. Meghozta. Mikor ezelőtt tizenvalahány éve azt mondta, hogy ezek a borok ihatatlanok, hogy mindenki kéne ezt össze-vissza, néhány ember megsértődött, a következőre nem hozta, de két év után elhozta. És akkor öt év múlva egyszer csak azt mondta a Péter, hogy nincs. Itt ezek a borok jók lettek. Igen. Ennyit jelent a szakmai tudás, a figyelmeztetés. Lehet, hogy egy picit nehéz lenyelni a dolgokat, de az eredménye megvan neki. Na szóval a Péter megnősült, elköltözött innét messze, úgyhogy nagyon macera neki az időpontokat egyeztetni. Van Badacsonyban egy nagy szőlőbirtokuk, oda lejár, de az mindig olyan volt, hogy akkor jó, akkor nekünk nem jó. Ez nem ment olyan egyszerűen, így aztán elkapott egyébként hozzátéve, hogy már a Csékuti hegyen mindig beszélünk borról, szőlőről, egyre kevesebb. Ez egy lényeges dolog. A Csékuti hegy alakul, átalakul, ugyanhogyan körülöttünk az élet, ahogyan minden, ott is. A borászkodás átmegy a nagyüzemi borászatba, ez a hagyományos kis területen lévő kis szőlőkapálásos bortelmelés. Amiről beszéltem, hogy azok az emberek, akik ezt csinálták, azok megöregedtek, kihaltak. A fiatalok egyébként annyira, hiába mondják, a bort sem szeretik annyira, nem az a kedvenc ital, ahogyan én látom. Aztán lehet, hogy nem így van, de én ezt látom. A munkabeosztásuk, hogy elmegy reggel, aztán este ér haza, ez nem teszi lehetővé egy szőlőnek a művelését. Viszont egy nagy öröm, hogy a Csékuti hegy nem került ilyen ebek 30 adára, hanem azokat, fiatalok veszik meg azokat a területeket, szőlő tönklement, már kivágják. De azért gyönyörű, nem van gazda nélkül a terület. Nem, gyönyörű szépen megcsinálják. Van ott egy kis pince, hétvégi háznak, szalonna sütőtől, gyümölcsfák, ahogy annak lenni kell, mint a másik könyvben, ahogy le van írva, rajzolva, az úgy néz ki. És ott érzik jól magukat, és nincs ezzel semmi probléma. Uh-huh. Ez a világ legjobb dolga. Azért tud egyébként az Egyesület is fent maradni, úgy látom, hogy nem fog még mostanában elkopni, úgy, hogy elfogynak a tulajdonosok, a tagok, a támogatók. Hát legyen akkor ez a zárszó. Igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Sikertőre. Én köszönöm a lehetőséget.